Kritikus szakaszába lépett klubunk U19-es játékosainak pályafutása, hiszen utolsó utánpótlás évüket töltik. Ez már a képzésen is meglátszik, hiszen a csapat ugyanolyan szisztéma szerint dolgozik hétről hétre, akár egy felnőtt együttes. Ugyanúgy készülünk egyébként, mintha egy felnőtt csapat lenne. Meccs naptól számolunk, meccs nap plusz 2, meccs nap plusz 3, tehát egy regeneráló edzéssel kezdünk, majd erő, majd állóképességi, gyorsági, egy aktivizáló és mérkőzésnek taktikailag. Van 6-7, amit követünk. Minden héten más taktikai elem kerül éppen az előtérben, most a héten a középső zónás védekezés, labdaszerzésből átmenetek, ezekre épülnek az edzéseink, úgyhogy így készítjük a játékosokat, hogy minden olyan taktikai dologgal találkozzanak, ami később, illetve a mostani mérkőzéseken is előfordul, hogy a felnőtt focira minél hamarabb készen legyenek. A DVTK U19 két tehetséges játékosa, Illés Bálint és Benkő Péter teljesen más életutat járt be eddig, ami viszont közös bennük, hogy a Diósgyőr évek alatt rengeteget fejlődtek, és mindketten fényes jövő előtt állnak. 3 éves korom óta vagyok itt a Diósgyőr, még egyel idősebbekkel kezdtem el, de azóta minden utánpótlás szintet végigjártam, és most is itt vagyok, szerencsére. Amikben leginkább fejlődtem, az a előrejáték, védekezésekbe, és sokat fejlődtem fizikálisan, mentálisan is, és minden edzőnek sokat köszönhetek, akiknél voltam. Prímaszombatba jöttem, Felvidékről. Engem menedzserem hozott ide, nagyon tetszik a klub. Nagyon sokat fejlődtem itt fizikálisan, és gyorsabb lett a játékom sokkal, mint ott volt. Nem volt olyan klub, ez egy nagyobb lépcsőfok volt számomra, úgyhogy szerintem ebben is sokat fejlődtem. A Bálint az elmúlt 3 évben dolgoztam sok középpályással az utánpótlásban, de talán a top olyan játékos, aki rendkívül elegánsan futballozik, mind a két lábát nagyon jól használja, korábban a kapuhoz közel játszott, 10-es pozícióban. Ebben a szezonban mi visszahoztuk mélységirányítónak 6-os pozícióba, mert azt gondoljuk, hogy a játék szervezése mélységből a legerősebb oldala neki, és ez egyébként most a bajnokságban látszik is, tehát nagyon kiemelkedik az U19-es ligából. A Benkő Peti egy érdekes eset, ugye ő Felvidékről érkezett hozzánk, és nehéz volt a beilleszkedése a Petinek, egyébként ő későn érő típus, itt van 3 éve, és ez az a szezon, ahol rendkívül kimagaslót nyújt. Már az előszezonban is, a felkészülési mérkőzéseken is látszott, hogy akkor a kapuhoz közel játszott, sok gólt szerzett, bajnokság elején is kapuhoz közel tudott játszani, akkor is sok gólt tudott szerezni. Most egy picit visszább játszik kényszerből, ami egyébként nem válik hátrányára, mert több posztot is megtanul. Egy nagyon technikás, ballábas, jó rugó technikája van, nagyon jól bevállalja az egy-az-egyeket, támadja a kaput, tehát a Petibe is egy komoly potenciál van. Mind a labdarúgóknak és mind edzőjüknek komoly motivációt jelent, hogy a DVTK egyre több fiatalnak ad lehetőséget, hogy felnőtt szinten bizonyítson. Gyüreg Gábor, Csatári Gergő meg a Bánhegyi Bogdán velük együtt. A Bánhegyi Bogdánnal vele már elég fiatal korunk óta együtt kezdtük el ugyanitt a pályafutásunkat. Akkor beszéltem velük, akkor azt mondták, hogy fizikálisan, gyorsaságban, mentálisan sokkal másabb, mint egy utánpótlás, sokkal erősebb a mezőn, sokkal fizikálisabban, sokkal megterhelőbb a felnőtt foci. Nagyon szeretnek ott játszani, élvezik is az ott létet, és remélem, hogy egyszer majd én is ott tudok majd edzeni velük. Sokkal gyorsabban kell játszani, mint U19-ben. Párharcokat jobban meg kell nyerni, egy-két érintővel kell játszani. Egy akadémiai edzőnek semmi más nem lehet a célja, semmi más nem az eredménye, mint a Jurek Gabi mondjuk beállt csereként a felnőttbe, vagy a Zsemje Balázs végigjátsza a meccseket és hétről hétre jó teljesítményt nyújt. És a játékosoknak ugyanez. Tehát sok hétközi fordulót játszott a felnőtt, amikor is a játékosaink, mondjuk a kollégisták nem mentek haza, együtt néztük a mérkőzést, és azért halljuk az zúgolódást, hogy mikor beáll a társuk, vagy játszik a társuk, hogy ezt külön figyelemmel kísérik, illetve büszkék rájuk, keresik a társaságukat. És jó dolog egyébként az, hogy akik felmentek a felnőtt csapathoz, ugyanúgy visszajárnak az akadémiára, a többiekhez, tanácsokkal látják el őket, beszélgetnek, sztorizgatnak, ez a felnőtt világ más, nyilván az itteniek örömmel hallgatják ezt, illetve pont ezekből a sztoriból merítve, kedvet merítve, minél hamarabb szeretnének oda kerülni.